Egy a biológia tudomány számára is rejtélyes, ismeretlen eredetű betegség veszélyezteti a hazai dámszarvas állományt, amely a trófeákon is már megjelenik. A kocsolai dám vadásztársaság szokásos évvégi kiállításán is tetten érhetőek voltak, meglehetősen markánsan, a vadásztársadalmat ledöbbentő jelek. 20 darab trófeát ejtettünk el, ebből 14 darab beteg, agancsú trófea. Tehát tulajdonképpen ez a legnagyobb kihívásunk, én azt tudom, a következő 5 vagy 10 évben, hogy ezt a betegséget, vagy ezt a fajta trófea felrakást megpróbáljuk kezelni, megpróbáljunk egy olyan állományt kialakítani, illetve úgy etetni, vagy úgy gazdálkodni vele, hogy ez lecsökkenjen, és minél kevesebb legyen. Tolna megye méltán a csodált egyedi dámlapátosok meghatározó élőhelye hazánkban, jellemzően Tamás és Gyulai térségében. Itt már az esőhasjelzések alapján szinte minden szereplő bevonásával kutatásnak is nevezhető tényfeltárás zajlik a térségi fővadász bevonásával. Populációnak kémiai vizsgálatai, az agancsnak, az agancstőnek, a beépülések, a csontok, tehát nagyon komoly vizsgát folyik, aminek részeredményei tudjuk, és erre próbálunk egyébként, erre részeredményekre próbálunk megfelelő válaszokat adni. Az biztos, egyáltalán nem lokális Tolna megyei problémáról van szó, országos kiterjedtségű az aggancsokon megjelenő betegség. Egyre több helyen az ország valamennyi területén jön elő, úgy Somogyba is megtalálható már, Gyulajba is megtalálható már, úgyhogy terjed, de nem tudjuk még, hogy mi okozza.